Sikeres volt az idei szemétszedő akció a Cserfőhegyi út mentén. A lakók összefogásának köszönhetően mintegy 400 kilónyi kommunális hulladékot gyűjtöttek be, amelyet a Viakanizsa és az Alaerdő ZRT segített elszállítani. Az ártkerti ingatlan tulajdonosok ötödik éve közösen megszervezik az útmenti erdő szélében kihelyezett illegális hulladék felszámolását. Tavaly márciusban híradónkban számoltunk be arról, hogy négy kamerát is kihelyeztek a terület megfigyelésének érdekében. Ebből az egyiket egy ismeretlen tulajdonos azóta eltulajdonította. A megfigyelő eszközt a közösség a környezetvédelmében pótolni fogja. Az általános probléma ráadásul azóta sem szűnt meg. Ismeretlenek folyamatosan helyezik el háztartási hulladékaikat az erdősövezetben. A mostani gyűjtés alkalmával kanapét, sörös dobozokat, hűtőt és más eszközöket is begyűjtöttek. A Via Kanizsa Kft. segített a szemétszedési akciónkban, meg az Alerdő ZRT. 15-en voltunk körülbelül a szemétszedésen, egy ö, tulajdonosok Szemét az sok volt ismételten, volt egy kameralopásunk, de pótoljuk, újabb kamerákat fogunk kihelyezni, és nem adjuk fel ezt a szemétszedési harcot. Balogné munkácsi Andrea Városgondnok kiemelte, hogy példaértékű összefogásnak tartják a Cserfőhegyiek szemétszedő akcióit. Amit mi vállaltunk a Viakon és az ERT, zsákokat biztosítottunk az ingatlan tulajdonosok részére, és ezek elszállítását végeztük el, és a hulladékot leadtuk a vagolai hulladéklerakon. Ez körülbelül 400 kilónyi hulladékot jelentett. Úgy tudom, hogy nagyobb lomjellegű hulladékok is előkerültek az erdő széléről. Azt úgy emlékszem, hogy a az a ZRT vett részt ennek elszállításában. A kamerarendszer hatékonyságát jól mutatja, hogy több esetben is sikerült azonosítani a területen hulladékot elhelyező személyeket.